Na, Halli papi, már mi szavaztok gyerekek üdv a csatornán, nézzétek, mi megy a tévébe. Ellopta kettő darab, mi volt ez? Ellopta kettő darab ilyen járművet, azt mondják éppen ebben. Hát nem is tudom, hogy ki lehetett az gyerekek. Előző részben most a Keeper, ugye? Egyébként még mindig azt mondom, hogy gyerekek ennél a játéknál, nem azt mondom, hogy nem sok jobb van, hanem végre van egy olyan játék, amelyik olyan kreatív megoldásokat vonultat fel, használ, ami nagyon kevés van most már a játékiparban. Mármint nem az, hogy most ez a fizika, meg mit tudom én, pixelek, meg mit ilyenek, hanem az, hogy újdonság. És az újdonság az tök jó. Imádom azt a játékot. Na, mit kell csinálni, gyerekek? Sanyi, hol vagy te? Mit futkorászol? Ne futkorászol, Sanyi! Na, mit kell csinálni? Mi az? Autómosás? Várjál, Villa Gordon. Ez az? Mit kell csinálni? Aha. Fogalmam sincs, gyerekek. De egy csomó küldetés, 6 darab küldetést kell csinálni. Micsoda, be kell dobálni valamilyen járműveket a vízbe. És Sanyi elkezdett ásni. Miért? Miért? Azért, mert nem szereti, ha videózok, mert akkor nem vele foglalkozok, mert amúgy meg simogatom, meg minden ilyen. Azt ilyenkor nem tud mit kezdeni magával. Na, gyerekek, mit kell csinálni? Nézzük meg ugye ezt a bal, imádni való ez is. Na, nézzük. Nincsen ugye, milyen küldet, milyen izé van? Sanyi, légy szíves! Moderáld magad, vigyázz innen, hát komolyan mondom, hát a tököm nem robbanik el tőled. Várjátok, most elvettem tőle az edényét, mert azt itt... Bocs, nem tudok mit csinálni, ezt csinálja a gyerekek. Ennyi mindent kell csinálni? Úristen, gyerekek! És van tűzriasztó. Azt írja, hogy elvileg valami, hogyha összetörök valami alarmboxot, vagy pedig vezetéket triggerelem, akkor ugye lesz alarm. Lesz akkor riasztás. Jó, hát akkor nem csinálom ki ilyeneket. Figyeljetek, menjünk sorba. Még van a legközelebb hozzám. Igazából ez. És ezt komolyan bele kell dobálni ennek a fickónak az autóit a vízbe. Ez érdekes lesz. Rohadt kíváncsi vagyok, hogy működik ez az egész. Ez mi? Ezt nem meg lehet nyomni. Na. Megnézzük, hogy mik vannak. Ez mi? Nem lehet megnyomni. Azt hittem meg lehet nyomni, de nem. Ez nagyon jó néz ki ez az egész. Nekem nagyon tetszik. De nézzünk be a helyiségekbe. Juhu! Ezeket a pályákat, amire megcsinálták az embert. Úristen, mi a szar ez? Nem a... Gyerekek, nagyon nem leszünk jóba. Ezt az autót kellene beleküldeni a vízbe, de hát hogyan küldjem bele? Aha. Szerintem, hogy hogyan. Ez valahogy úgy kellene beledobni. Hogy ezt így kitöröm, és akkor talán bele tudok hajtani. Ugye megint meg kell tervezni, ugye? Hogy tudom megoldani jól. Egyébként ezt nem tudtam volna kinyitani. Így szétverem, érted? Nem tökölök. El kellene innen szórni azért nagyjából. Ezeket a dolgokat, hogy ne zavarjanak itt a... Ne zavarják a keepert. Jó, pillanat, ezeket eldobom. A vízbe kell dobni az autót. Jó, ez biztos, hogy a vízbe kell dobni, ugye? Ez egyértelmű. Ugye megnézzük, hol a víz, meg hogy tudjuk oda juttatni. Azért dobálom el, mert nehogy megakadjon benne a kocsi, vagy akármi történik. Próbáljuk meg megtervezni tökéletesre. Igen. Hol a víz? Ott a víz. Itt valahol kellene egy lyukat fúrnom. De erre kéne jönni. Figyeljetek, van izé, vannak gépek kint. Úgyhogy akkor azokkal tudnék itt alakítani a dolgokon. Ugye valahogy kijutunk. Aha, itt is mi ez? Riasztó, vagy mi van? Jó, hogy rohagy meg. Egy csomó mindent ugye nem lehet kitörni. Ez nem riasztó, ez generátor szerintem. Ezzel félreállok. Nagyobb gépet kellene hozni, és ki kell törni itt a falat. És ugye, hogy be tudjak ugratni a vízbe. Mindjárt nézzük.
mondjuk itt. Az megoldott a problém. Ott fogunk kimenni a kocsival. Az első autó, azt tudjuk már, hogy fog működni, ugye? Mert még egy kicsit itt alakítunk rajt. Nehogy megakadjon, attól félek, hogy nehogy megakadjon, az a lényeg. Baj, ma jobban nem tudom kitörni, hát talán nem akad meg. Na nézzük a többit. A többi küldetést. Tabbal kéne megnézni, persze. Jó, ezzel ki tudok így konkrétan egyenesen hajtani oda, ugye? Itt van még valami. Jó. Itt azzal, annak is meg kell csinálni a kijáratot. De viszont az vagy fölül van, vagy alul. A below az mi? Az alul, ugye? Vagy alattunk van. Mindjárt benézünk, aztán valami csak alakul. Itt mondjuk, itt is valószínű, hogy nem fogunk tudni kimenni. Mekkora ajtó ez, gyerekek? Mi a szar? Hol van itt? Hol van itt Verda? Ott van a... Hú, de tök jó kocsik egyébként. Ez mi ez? Egy medence, nem? Nem lehetne ezt beüzemelni, ezt a medencét, hogy ebben legyen víz? Mert akkor ezt elég lenne egy... Az a lényeg, hogy vízbe kell dobnom, nem? Ezt... Igaz-e? Ezt a szobrot majdnem elvittem. Mert ugye, hogyha ebben lenne víz, akkor ebbe is bele tudnám dobni. Hát ez egy medence konkrétan. Nem tudok ebbe valahogy vizet rakni. Nincs ilyen opció. Kinézem ebből a játékból, gyerekek, hogy ilyen lenne. Hogy ilyen legyen. De hogyan tudnék ebbe vizet rakni? Ott egy medence. Ez milyen mély? Ez nagyon nem mély. Hát ebben dobom bele, valószínűleg ez nem elég, ugye? Most várjátok, nézzük már meg ezt a küldetést. Mondjuk dobjuk bele a vízbe. De hogy ez ére, azt nem tudom. Jó, hát akkor ez az autó... Maxi... Hát nem tudom, szerintem ér. Szerintem figyelj, vízbe dobjam bele, ugye? Annyi az egész. Itt ez tök messze van. Jó, oké, akkor ezt megnéztük. Nézzük meg, mi van itt. Jó, akkor már menjünk arra. És ott van valami építkezés is, úgyhogy itt is lesznek járművek. Meg vannak... palackok is. Nézzük meg itt, mi a szituáció. Az összes járművet bele kell szórnom? Arra van, pont amerre nézek. Ez mi az, gardrób? A falon túl még van valami? Mi a franc van itt? Az, ez mégiscsak benn van, várja. Mondjuk itt könnyen bele tudnám dobni. Aha, itt a varázs. Jó, gyerekek, ezt könnyen bele tudnám dobni. Mert ugye ez itt van kapásban, itt adja, hogy bele kell hajtanom ide. Csak gondolom, hogy innen kijönni, ez nem lesz egyszerű. Hú, 6 darabot kell már, hallod? 6 darabot. Úristen. Itt a garázs, oké. Van ott egy. Téli garázsba. Igen, van ott egy. És van itt egy. Van egy teherautón. Az viszont jó lesz nekem, várjál. Menjünk ki, és akkor menjünk el a... Kint is vagyunk. Menjünk a teherautón lévőhöz. Az jó, mert akkor az nem tud riasztani, ugye? Hát itt van a... Ezt el tudom vinni, gyerekek. Ez ugye, hogyha lesz akar... De milyen jó sportkocsikról adjál meg. Itt mennék egy kört ezen a pályán. Ott is van egy izé, ott is van egy merence, látod? Szerintem merencébe is tudnánk dobni. Valahogy ki kéne jutni innen, ezzel. Hol van a menekülőautóm? Itt a menekülőautó. Ezt kéne a végére hagyni, vagy nem tudom. Na mindegy, menjünk ki innen, próbáljuk meg. Az nem baj, ha összetörik. Ó, már jött a quick save, jó? Quick save. Ja, hogy itt ilyen emelkedő van. Ha nem van, itt fel tudok menni.
Hát ezt figyelj, ezt nyugodtan el tudom vinni, úgyhogy ezzel nincsen gond. Csak menehessen. Jó, ezt ki is tudom vinni. Ez marha egyszerű lesz. Ezzel megállunk itt valahol. Lenyitjuk a rampát. És akkor csak bele kell hajtanom. Értitek? Ez így oké. Okay. Jó, ezzel meg vagyunk. Akkor három darab úgy nagyjából kész. Ugye nem négy darab nagyjából kész. Hol van még? Van ott egy. Nincs valami autó, amivel be tudnék menni? Mert akkor nem kéne gyalogolnom. Hát mondjuk azzal nem túl gyorsan jutnék be. És eldobálom, hogy nehogy beakadjunk. A gyerekek, ha erre is egy percem lesz, 6 darab autóra, akkor ezt nem tudom egyébként, hogy fogom megoldani. Na várj, itt egy kocsi. Nem kell gyalogolnom. Ez egy, mi ez? Golf? Na várj, itt ez a garázs, ugye? Hoppá, az egy ilyen kinyillós. Várj, akkor ezt ide, meg ide kéne rakni egy valamit, nem? Ez jó. Meg valószínű... Na itt van a kocsi. Hol a kocsi? Várj, ez nincs az én? Na szórakozz, nincs kereke, bazze! Ezt a kocsit is bele kell dobnom? Hát, nincs kereke! De bazze, kell hozni valamit, amivel én el tudom ezt... Nem tudom ezt vinni. Jó, kell egy izé, kell egy targonca vagy valami csoda. Láttatok targoncát esetleg? Menjünk innen, várjál, próbáljuk ki ezt a szedánt. Beressük neki, jó, meg kellene szerezni egy targoncát, de azt nem tudom, hogy láttam-e. Szerintem targoncát attól nem láttam. Viszont az nincs beriasztva, tehát azzal tudom azt csinálni, hogy ez konkrétan így belelököm. Bulldozerre, vagy mivel csinálja? Targoncát szerintem nem láttam sehol. Várjál, ezt meg lehet nézni fontról. Itt van építkezés, de pont targonca az nuku. Kéne zoomolni szóval maxra. Meg ezt is meg kéne nézni egyébként. Jó, ezzel megpróbálunk gyerekek. Ezzel megpróbálom eltúrni bele a vízbe valahogy, vagy nem tudom még. Nem jöttem rá, vagy nem vagyok benne biztos, hogy ez működni fog-e. De hát valahogy valamit ki kell találnunk. Be is férünk. Balunk mögé, vagy valami csoda. Ahogy né. Szabadjál neki, Sanyi. Te, lehet, hogy erre fel lehetett volna rakni a kerekeket, nem? Szóval nem így működne a dolog. Egyébként... Íbaze. Ebből nem marad semmi se. Jaj, a motor kiesett, gyerekek. Várja, a motor. Jó, hát ez... Biztos igaza van. Hogy ez nekem jó lesz-e így. Azt a megye! Nem bírom én ezt el, ma, hallod? De ma elég olyan... Elég kicsinek tűnik, nem? Hát... Ez érdekes, várj, tök jó lenne, elbírnám. Ó, jó, elbírom ezt, hallod? Leamortizálod a gerdát, akkor már elbírod. Beledobom a izébe, vízbe. Hülye. Érdekes megoldás. És ez még számít autónak? Működik? Nem tudom. Lol. Oda csapta. Megvan az egyik küldetés? Rottul nem.
De várj. Várja. De mi van? Megvan egy? Itt van. Megvan egy. Jó, egy küldetés megvan, gyerekek. Hát akkor ez tök jó, hogy ezt így meg lehet csinálni. Örülünk neki. Meg még van egy, a téli garázsba van, amit ugye nem néztünk meg, az meg ott van. Úgyhogy azt át kell mennem, így minden. Oké. Okay. Hát ha egy perc lesz erre az egészre, tényleg nem tudom, hogy ez hogy fog működni. De jó lenne ezt a küldetést megcsinálni. Ugye lehet pénzt is szerezni, pénzt gyűjteni, hát lehet, hogy azt is kellene, de most egyelőre nem az nekem így a prioritás. És ez is be van bazza izével. Úr, állásul a fotocell a sajtóhoz, hallod? Nem megos lesz. Na várja, itt? Hogy tudom megoldani? Hol van itt víz? Itt a végig száguld a rég. Várja. Ez valahogy úgy kéne, hogy végig küldöm itt. Leugratok ott. Utána átszállok ebbe a kocsiba. Leugratok. Addig jó. Utána kellene nekem... ez mi? Az itt is van egy. Hallod, én ezt hogy csinálom meg most komolyan? Kellene egy kocsi, amivel visszajövök. Lehet, hogy ezzel kéne kezdeni, de nem jó. Ezzel kéne kezdeni. Kéne egy kocsi, amivel visszajövök. Ezzel beugratok ide. Ennek meg a hátuljába kéne egy lyukat vágni, hogy be tudjak menni. Ja nem, itt az ajtó. Akkor jó. Nem, itt az üveg. Jó van. És akkor lehajtok vele a partra. Ezzel, a kedilekkel, vagy mi a szar ez. Hát meg kell próbálni, gyerekek. Próba szerencse. Az lenne jó, hogyha egy kocsi lenne, amivel én visszatudok jönni ehhez az autóhoz. Remélem, hogy a medence az számít. Mondjuk az egy kérdés. Kéne nekem egy autó, egy ilyen normál kocsi. Hol volt egy normál autó? Generátor, jó van. Itt volt egy kocsi, meg volt egy, más nincs. Itt van egy. Meg van elvileg, hogy itt a pálya mellett egy autó. Idő van. Jó, akkor lemegyünk ott. Hogy gyorsan visszaérjek, ugye? Hát ez nem tudom egyébként, hogy működni fog el. Nem nagyon. Jaj, ne! Ne törd össze a verdát, öcsém! Leonidas! Ne rugdosd bele a követeket a halálkutyába, légy szíves! Ugye? Na figyeljetek, ezzel fogunk visszagongolni, mint az állat. Oda a medencéhez, jó? Na gyerekek, akkor. Mentés és indulás van. Indulási. Már itt van baj. Ezt letüntetjük ezt a bokrot. Hát ezt az oszlopot is kivágom. Na mi van? Nem tudod? Hát anya, erről is tele. Jó van, talán nem lesz gond. Oké. Okay. Nyomunk egy mentést, és akkor bepróbálkozunk, srácok. Jó? Quick save. Nem unloadot nyomok, mert ezzel megőrülök. Egyébként ez miért? Mik ezek a dobozok, az? Na mindegy. Na. Úristen. Egy megvan. Ettől megvan. Az nem tudom, hogy ez számított te. Ah! De rohadt lassan megyünk, gyerekek.
Nem jó, jó. Elkaptok minket, lol. Nem jó, gyerekek. Amúgy, nem tudom. Nem tudom, hogy a számított, vagy az jó volt-e. Nem mutatja ilyenkor. Nyomunk egy quick loadot, megpróbáljuk, hogy nem tudom, hogy jó-e az a medence. Szerintem lehet, hogy nem jó. Megpróbálunk csak a medencébe most beleugratni, és megnézzük, hogy az bérje. Egyébként annyira nem volt ez rossz, de azért nem volt az igazi. Csobó minden lassított minket. Mindjárt most megpróbálom ezt, valószínű, hogy el fogjuk bukni egyébként. Nincs itt valami opció, hogy ezt megtöltsem ezt a szart? Ezt a medencét? Mert akkor csak ide kéne beleugratni a reaktort. És szerintem oda nem jó. Azt quick load. Nehogy quick save-et nyomja a gyerekek, mert ott a vége a bulidak. Elő van itt készítve minden. Na. Loading? Jó. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezzel tudunk-e valamit csinálni. De ezt hogy tudom beledobni? Számít ez, gyerekek, számít. Csak... Nem tudom, ez valahogy nem tökéletes. A tereptárgyakat le kéne tarolni, hogy tényleg ilyen tök egyenes úton tudjak közlekedni, érted? Úgyhogy voltak itt még problémák. Lámpaoszlop, egy csomó idegesítő volt, hozzuk már egy nagy döggépet, aztán valamit alkossunk itt, gyerekek. Itt tök egyenesen kell bevennem, nem kelljen itten kerimbózsálnom, érted? Ugye ezzel megoldjuk a problémát, gyerekek. Jó, az így jó, és akkor ami így útban van, azt így ki fogom tarolni most ezzel hátrafele menetbe, azt Isten áldjon. Az. Meg a következő dolog, az lesz, hogy ezen a épületen vágok egy jó nagy lyukat. Ugye meglátod, hogy beiket ellen. Itt zavaró, hogy nem tudok bemenni instant. Autóval be tudnék hajtani, az lenne tökéletes. Apa, bocsánat. Itt, hogy az autóval tudjak bevágtatni. Azzal ugye időt spórolni. Érdekes egyébként, hogy így megmaradtak a levegőbe blokkok? Vagy nem maradtak meg? Nem. Jó, itt be tudok menni autóval. Ez tök jó szerintem. Bár, onnan jövök, így. Nem, hát oda nem kell autóba bevennem. Jó, meg kell próbálni, lehet, hogy nem ez a legjobb taktika, de hát azt sem tudja. Ezt nem tudom mindenki... Ez tök jó lenne, hogyha magukat, ezeket a riasztókat nem tudom kiszedni. Érted, hogy nem tudod leverni ezt a riasztót? Az lenne a tök jó, és akkor... Ja, mindenképpen akkor elindul, ha. Mondom, valami trükköt nem lehet alkalmazni, hogy a riasztót magát így megmozdítod. Hát, ez nem egyszerű, srácok. De várj, egy dologban hülye vagyok. Egy dologban nagyon hülye vagyok. Álljál meg, hallod, képet. Hát azt az autót miért nem viszem teljesen majdnem a... Idejéhez. Miért nem viszem a vízbe szinte? A kocsival, ha bevinném a vízbe, azt beleszámítani, és nem menne tönkre a riasztó? Ezt nézzük bár meg. Erre vagyok kíváncsi, itt erre. Nyomunk egy quick save-et. Hogy nem szállna le a kocsiról, hanem ezzel együtt beleviszem. Ez lehet, hogy azt beleszámítana nekem. Aha, bele is szállított. És nem indult el riasztó, egy kocsival kevesebb. Tökéletes. És akkor megyünk, akkor most megcsináljuk, megpróbálkozunk vele, gyerekek. Na, szerintem ez nem lesz rossz.
Hát minden, mindenképpen meg akarom. Ugye 4 darab van még vissza. Most azért elég... Mi a szar volt ez? Most szokott le a izéről. Baj van, gyerekek, leszakad a kocsiről. Baze. Viszont most meg izé van, elmentettem úgy. Nem mondod. Nem mentettem el, ezt valahogy meg kellene csinálni egyébként, hogy jó legyen. Lehet, hogy előre kellene, mert az a baj, ez lehet, hogy elkezd így menni lefele. Figyeljetek, próbáljuk meg, fussunk oda. Hát... Hogyha megint azt csinálja, akkor azt kell csinálnunk, gyerekek, hogy... ide hozunk egy autót, és nagyon gyorsan elvágtatunk oda. Lehet, hogy megint az lesz, azért nem mentek. Na, megpróbálunk beugrani. Hát egy autót sporolnék is, így meg lenne. Csak lehet, hogy mindjárt elindul a riasztó. Úgyhogy ott szétszakadnak a dolgokat a fenéken. Úgy látom, hogy nem. Szóval itt most már egy quick save mehet. Megpróbáljuk. Itt jelent, jó? Itt jelent, jó? Gyorsabban, bazze! Itt jelent. Itt nagyon sok időt vesztek egyébként, amíg átmegyek ide. 20. Menj már, bazd, menj már. 19, 17. Menj már. 13. Hat. 4. 3. 2. Á, 0,1! Mission failed, miért? Hát azért, amikor benyomtam, akkor majd kiírta, hogy 0,1 másodpercünk van. Hallod? Ez nagyon nem volt szép. Ott láttam, viszont megállítanák a videót, láttam, hát akkor van nyom, beléptem. Elcsesztem az időt. Elcsesztem az időt, mert ott időt tököltem. Szar. Hát hülye vagyok, nem is ez az én autóm! Ha! Hülye vagy, Keeper! Nem jó autóhoz jövök, az a baj! Ne szórakozzál! És bazzai, nagyon gyorsan meg kell, rá kell jönnöm, nehogy véletlenül bazzai, most meg elcsesszem. Hallod, beszállok valami random autóba, az a baj! Már itt, hol töröm ki? Itt töröm ki a kaput. Nem, Rófa, ide megyek, bazzai, azt oda kell mennem. Ezt a rohadt életbe. Hát akkor jó van. Itt ugrok ki belőle. És akkor jobbra, jó? Én hülye az. Nem, bazza, leestem innen. Evitt a Verda. Esodott a Verda, gyerekek.
kb. Ugyanaz. A 20 körül szoktam beugrani ebbe az autóba, egyébként nem tudsz gyorsabban benni sajnos. Nincs futás, egy ilyesmi. De hülye voltam, bazd, beugrottam kétszer ugyanabb egy másik autóba. Ű, gyerekek, figyelj, hogy bentem. Ezt egyébként visszanézni tök alatt, figyelj. És úgy beleugrottam. Igen, itt túlmentem. Kiugrottam itt, csak elökött az autó teljesen, oda lelátod. Ugye itt ugrottam ki, ahol van ez a vonal. Mennyi, bazd, figyelj. Úristen, hallod? Itt az nagyon, nagyon ki kell számolni. Gyors átugrás. Az egy, itt egyből sikerült beleugranom az autóba. Futás. Egyébként nagyon lassú karakter. Nem tudom, nincs futás gomb vagy ilyesmi. Vagy lehet, hogy van, aztán akkor meg tudnám csinálni. Itt jó, hogy kitörtem, látod, mert légvonalba tudsz egyből bemenni. Gyerekek, ez nagyon ott volt. Tök jó, meg kell tervezned. Itt is tovább lökött az autó, látni, hogy ott ugrottam ki. Jó, continue gyerekek. Tök jó, nagyon jó volt. Megvan a következő küldetés. Hát még egy küldetés szerintem beverek. Ja, mi ez? New rank. Megint van, meg új túlom van, meg új rankom. Ah, de jó. Ugye le... Ah, mi ez? Kettő túlt is kaptam. Score 20. Ezt úgy bírom kisapni, de ezt az autót meg egyre jobban szétszedi az, hogy ott a legés csillapító, vagy nem tudom mi ez. Na nézzük, milyen túlok vannak. Primitív rampát tudok ilyenből építeni, ennyi. Mi ez? Plank tool. Tudom használni ezt a planket arra is, hogy egy... csatlakoztassak objektet egy markolóhoz például, vagy máshova. Úgy össze tudom így heftelni vele. Jó, tudok több plankból építeni ilyen struktúrákat. Azt a betyár, építkezés lehet. Jó, és ez mi? Pipe bomb, na, ez jó, hat. Mik vannak nekünk? Van 12 shotgunom. És akkor hol van ez az idő? Itt van a plank, 8 planken van, nem tudom, hogy kell használni egyébként. Most egy balgon majd lerakom, az lehet, hogy nekem így nem lesz jó. Na! Várjatok! Nézzük meg a tévébe, mi történt? Na, mutasd a tévébe, akarom nézni! Breaking news! Gordon villába izé volt, vandalizmus volt. Pocsik Bernuszkának a... Jaj, nem bírom! És ez tök jó. Ez egy olyan, ilyen, a pici feature, de tök trakó. De mi ez? Van GPS koordináta. GPS egység, és már kettő küldetést is kaptunk. Side mission. Nehéz emelés, vagy nem tudom mi ez. Nézzük meg a side mission-t, jó? És ez írja, hogy side mission, és ez nem side mission. Ez a Need Café, ez mi? Nem tudom, egyébként. És meg ezek, ugye ezek nem küldetések, hanem csak ilyen e-mailek. Jó. Ez a heavy lifting side mission-t csináljuk meg. Ó, a Lee Chemical használunk el. Egyébként nagyon, ez mi? Ja, az ott lakó. Eléggé így ismétlődnek a dolgok. Heavy lifting. Jó. Play side mission. Jó, ezt a side mission megcsináljuk, vagy megpróbáljuk csinálni. Egyébként azért ki van számolva, mi, hogy izé, hogy jól csinál. Figyeljetek, azt nem dobom be azt a terrautóstól azt a valamit. Mit kell csinálni? Várjál. Mit kell csinálni? Valamit ide kell hozni a hajóra. Van fire alarm, meg van izé, kábelezett dobozok. A széfet kell a mi járművenkre fölvinni. Egy széf. Ez mi? Ez valami kulcs.
És itt is egy. És miért jók nekünk ezek a kulcsok? Hát ez igazából az a lényeg, hogy ezt, ugye, ezt kell. Ezt a széfet, nem, ezt a széfet kell mindenképp megszereznünk, és van még egy széf. Na jó, menjünk sorba, hol vagyok? Itt mi van? Itt egy kulcs van. Menjünk aztán, nézzük meg, gyerekek. Ó, én imádom egyébként. Nagyon élem ezt a játékot. Nagyon jó a játék. Ó, hogy be kéne jutni. Hát jó, van jó. Szóval, hogy most kéne ilyen plankot csinálni, de nem akarom elhasználni. Inkább használjuk itt a fákat. Ott van egy idő. No, ne viccelj, mindenhova is bejutok ezzel. Ezt mit, nem lehet kinyitni? Nem lehet egyébként. Kuka. Ezzel mindenhova is bejutok. Nagyon érzésem. Nem kell összetörni, úgyhogy próbálok vele úgy fordulni, hogy ne verjem szét kapásba, jó? Elvileg ebben az épületben van valami, úgyhogy mindjárt csinálok neki egy kis helyet. Úgy, szépen fél... Pazre, a jármű kondíciója jól lecsöppen. Nem mondod, hogy... Nem mondod, hogy még egy izé van. Ó, te fiú. Nem örülök. Ó, várjál. Gondoltam egyébként, mondom, hogy meg neki dobok valamilyen objektet egy másik objektnek, akkor lehet, hogy így betom törni. De úgy látom, ez csak ennyi volt. Nem. Ezt a járművet nem nagyon szívesen használnám, mert lehet, hogy még kelleni fog. Na. Na ugye minden összetörhető, csak nem mindegy, mekkora erővel. Ahogy észrevettem. Kalapács, abszolút, akárhány adődnek rá. Úgy látom, a kalapács az abszolút nem töri be. Itt ezt még ki kéne ott azt a sarkot, azt akkor meglennénk. Gyere ide, barátom. Úgy jó lesz. Ott azt a sarkot, erre gondoltam. Ah, megvan, jó van, oké. Okay. Na mi a szitu itt? Mi van itt? Ez mi? Ó, oh, villogsz. Ó, oh, jaj. Ó, oh, ezeket is föl kéne venni, ugye? Jó, mert akkor ez marad egyelőre, aztán majd kigondoljuk, hogy milyen sorrendbe kellene. Ez nem vagyok boldog ettől. Nézzük még hol vannak. Menjünk ott. Ezek mind be lesznek ködve, akkor megint be fogok szívni, gyerekek. Jó, az egyiket azt megtaláltuk. Összesen mennyi van? 4 van plusz a szép. A szép talán nincs beködve, lehet, hogy rámegyünk a szépre, gyerekek. Jó? Nézzük meg, nincs-e valami. Minden, miért van bezárva? Újabban minden. Hát, hogy rohadjanak meg. Eddig nem volt bezárva. A szép, az van itt szemben. Igen. Van egy kamion, úristen. Gyerekek, komolyan mondom, így betörök mindent, hallod. Itt is látom, hogy itt villog ma. Ah, de nem jó. Igen, nem tökölök. Kinyitjuk ezt is. Rúgni. Nyitjuk ezt is. Így már jobban szereti a Keeper.
Ez mi? Na itt a szép, jó. Valahol. Jaj, ne, a szép is be van körbe. Mész a francba, allor? Ezt hogy csinálod meg 30 másodperc alatt? Ne arra ugye. Ez hogy az anyádba? Hm? Ezt hogy csinálod meg? Ezt sehogy. Szereztük 40 dodót. Ezt tudod, hogy tudod megcsinálni? Hogy szépen alámész ezzel a döggel. Ezt a kiemeled alulról, de... Így bemennénk ide. Valahogy, ezt fognám. Esetleg kiemelni, vagy nem tudom. Csak az a baj, ebből ki fog esni ebből a gépből, szóval... Ez nem egy nagy ötlet. Ugye, hogyha föl tudnám emelni ezzel... Hoppa, baze. Na, ez nem akartam ilyen sok gyorsan. A nyugival, nincs semmi baj. Nézzük. Volt négy... 400 dodó gyereket. Fönn a padlások. Véletlenül oda tett ki minket. Na, ez majdnem ugye ki is esett. Ugye ha fölemelni, bazzer hallod? Menjünk le. Talán ha beleesne a kanálba, akkor ezt el tudnám vinni, de máshogy esélytelen, én úgy gondolom elvinni. Ki se tudok menni, basszus, na. Ó, mindenhol minden van. Menjünk már ki valahol, oké. Okay. Úgy gyerekek, ez nehéz küldetés, ezt már most látom, hogy ez rohadt nehéz küldetés. Vagy pedig ezzel, vagy nem tudom, azt nem tudom, mivel tudnám megcsinálni. Na most meg vagyok lőve, keményen. Ott is van még egy valami. Oda is át kéne menni, csak az a baj, hogy a sorba kell ráadásul vennem, mert különben nem fogok tudni megcsinálni. És egy csoda nincsen belárva, jaj, de jó. Elvileg itt is van valami. Valahol. Nem, a másikban van, mellette lévő. Hát, ez azért nem volt belárva, mert itt nincsen lószar sem. Na nem figyelj! Azt akkor nem kell ide, nem kell itt gépeznem. Be tudok menni, látod? Ki van ezt találva. És minden egy ráadásuk fönt az emeletem, meg mi? Itt is egy szép! Hogy az anyádba? És azt mondjátok meg, ezt hogy tudod megcsinálni? Kettő széfet hogyan viszel el innen? Ha? Ezt hogy csinálod meg, hogy az összeset? Érted? Most ezeket csináld meg, meg még ráadásul kettő széf. A széfet nem bírod el? Ezt én nem tudom elképzelni, hogy fogom tudni megcsinálni. De egyébként van felvetés, hogy hogy lehetne. Ez a szép. Ez itt van, a másik az ott van, ugye? Egyébként tök közel van egymáshoz a kettő, nem? Ha belegondolsz, mert az egyik... Ez itt van, a másik itt van. Konkrétan egymás mellett van a két szép. És min van? Fapadlón. Hát fapadló van alatta. Konkrétan ezt kiütném, akkor leesne a szép, ugye? Ez jó. Ezzel így kell ebbe gondolkodni, gyerekek, hogy alá kell valamivel állni egy géppel, és ki kell ütnöd. Itt meg ugye itt van a szép. Meg lehetne ezt oldani okosban, nem kell ide elmarkolni. Meg lehetne úgy, hogy egyből elviszed a kettő széfet. Mindjárt meg is mutatom, hogy...
Mind a két széfet el tudom egyszerre vinni. Csak itt ez mindjárt kicsit rendet rakok. Meg fogjátok látni, hogy mit akarok. Kicsit át kell alakítanom itt a dolgokat vele hozzá. Mindjárt megoldom. Higgyetek el, hogy megvan a megoldás. Bármilyen durva is. Bármennyire hihetetlen is, Keeper megtalálta, hogy mi lesz a megoldás itt. Az a lényeg, hogy legyen nekünk itt helyünk. De a széfet azt ne szakítsuk le a lehet. Csövet is le kéne innen bombázni. Jó. Kicsit rendet rakok, aztán utána már mindjárt mutatom, hogy mire gondoltam. Jó, az a cső talán nem zavar minket. Itt egy kicsit még alakítunk elem. A széfet lerepiszkálja. Nem nézek egyébként semmilyen tutoriált, vagy semmilyen guide-ot, vagy hogy kell ezeket csinálni. Szerintem sokkal érdekesebb, hogyha nekem kell rájönnöm. Maximum, hogyha nagyon nem tudunk, akkor nem tudunk rájönni, akkor ugye kikérem a véleményeteket természetesen. Nehogy belessünk ide. Meg ez szükségeltetik itt dolgozgatni. Ujj, ezt a csövet nem akartam leszakítani. Toljuk odébb a francba. Na, szerintem így jó. És akkor, amit kitaláltam, az nem más. Itt rendetre kéne egy kicsit rakni egyébként, mert olyan rendetlenség van. És hol van a kettő? Itt az egyik szép. Ennek odaütnék leesne, ugye? Itt van a másik szép, oda csapsz, neki leesik. Kellene egy quick save-et nyomni. És kipróbáljuk, hogy a kettő szépet el tudom egyszerre vinni. Mindjárt meg is fogjátok látni, hogy hogyan fogom megoldani. De olyan szinten egyszerre akarom vinni, hogy... Kicsit rendet kell, el kell szórnom a nagyobb böcekeket, mert csak baj lesz ebből. Úgyhogy menjenek el innen. Ó, ott is volt a izé. Gyerekek, ilyen pénzt lehet keresni. Ugye azért ilyen plenket, meg ilyen hülyeségeket tudsz venni. Meg sörítes lőszert, meg ilyeneket. Bocs, hogy itt egy kicsit rendet raktuk, de hát ez van. Ezt odébb állok vele jól. Oké. Okay. A kamionnal gondoltam, ezt nem tudom levenni innen. De jó lett volna. De elég zavaró. Jaj! Jó, nem baj. Nem baj, hogy lebontottuk a tetejét a kamionnak. Az alváz az bírja, az a lényeg. Az lesz, hogy nekünk a lényegünk. A kamionnak be kell tolni, hogy mind a kettő szív alatt legyen kamion. És akkor kiütöm a kettő... Kiütöm a kettő fát, és akkor beesik mind a két szép a kamionba. Ebbe gondolkodunk. Nem olyan, hogy... Mondjuk annyira nem kéne tönkretenni a kamiont, az azért jó lenne. Ez viszont be kell tolni, úgyhogy mind a kettő szép alá. Néha kiszállat megnézem. Ez alatt a szép alatt már majdnem ott van. Még egy kicsit keresztbe szedjük. Így valahogy, így gondoltam. Ez alatt ott van, ugye? Olyan, az jó. Ez jó. Na nézzük meg a másikat. Ezt egy kicsit elcsesztem. Ezt nem tudom odébb tenni. Nem nagyon. Úgyhogy ki kell húznom. Jobban be kell szednem. A lépcsőn kéne fölkapatnom bele. Nem kellene tönkretenni a kamiont. Ez nagyon fontos. Mert különben nem nagyon fogok be semmit csinálni. Egy kicsit jobban eltakarítanám a dolgokat, lehet, hogy jobb lenne. Az a baj, hogy... Nagyon bele... Nagyon bele gabajolik ebbe a sok törmelékbe. Arra sem legyen meg, nem akar föltolatni vele. Ma hánysz? Ma
Annyiszor szedjem vissza. Mi a franc valahat? Miért nem akarod? Nem arra akarom szedni. Arra. Úgy. És vissza. Elég nehéz úgy betolni egy ilyen törvelékes szarhelyre, hogy mind a kettő alatt legyen. Nem próbálkozok. Nézzük meg, mi a szitu. Ez alatt rohadtul nincs, ez alatt, meg viszont most ez jó. Oda leesne, oké. Ez alatt meg, ezt meg jobban be kéne trolli. De hát nagyon nem megy ám. Nem az a baj, hogy nem tudom, hova akarok menni, hanem az, hogy... Istennek nem akar magam. Meg ilyen emelkedő van, itt például ez a fűcsomó, szar. Az is megoldás lenne, ha legalább összetörném ezeket. Mi a szarba álltunk bele most ennyire? Stokerli meg minden van itt. Mi a franc? Gyere ki onnan! Azt a fát szövít azt. De nem is ebbe akad, mert mibe akad el ez a szaros kavia? Föl kell kapatnom itt a lépcsőre. Nincs. Nem jó, még mindig. De majdnem jó volt. Még egy kicsit előre. Jó, belső nézetbe vált, mert nem tudom mit kezdeni. Na, ez majdnem jó, az tökéletes. Egy kicsit hátrébb tolunk és jó lesz. Szerintem. Hát esélyes, hogy... Ez esélyes, hogy jó lesz. Esélyes, hogy jó lehet, ugye? Meg az is esélyes, hogy jó lehet. Nyomok egy quick save-et. És megpróbálom, kíváncsi vagyok, hogy bele tudom ejteni mind a kettőt. Az kaput kitöröm természetesen. Ugye, hogy legyen kijáratú. Már egyáltalán merre kell vinni. Aha, jó lesz ez. Ja, nem is kellett kitörni, az a kivó, hogy nyitva. Jó. És akkor erre el kell jönnöm. És itt a hajom. Oké. Félreállok. És akkor megpróbálom csak ezt kíváncsiságban, hogy ezt mennyi idő alatt meg... Be van-e oda jó állítva ez? Ha jó, be van állítva, akkor működni fog ez a projekt. Ez nyíljon ki, meg maradjon is úgy lehetőleg. Maradj úgy. Maradj így. Okay. És megpróbálom lejteni. Mind a kettőt. Hát nem lesz egyszerű mondjuk. Azt kellene először a másikat. Másikat kéne először, mert akkor át tudok jönni. Majd. A rampán. Menjünk már le. Édes Istenem, ez a játék, ez barom bonyolult egyébként. Hogyha így tök jól akarod csinálni. Mert ugye, hogyha ezt lejtem, akkor... Na, szérüljél meg, Keeper? Várj, egy lámpát is kapcsolhatnék, jobban is látnék, nem? Na. Ezt lejtem, akkor ide elfutok. És itt leugrok. Sőt, ezt úgy kéne, hogy ide. Semmi gond. Semmi gondám, mert muszáj valahogy. Lehet, hogy planket kellene raknom magamnak, nem? Így. Jó, ide bejövünk. Elfutunk ide. Letörjük ennek ez alatt lévő dolgokat. Ugye? Jó lesz. Minél kevesebb kacat lenne, annál jobb lenne, nem kell ugrabugránom annyira. Oké, jó gyerekek. Akkor bepróbálkozunk, jó? Először csak annyi, hogy ezt a kettőt el tudom-e vinni. És akkor ezt mondjuk úgy, hogy jó helyen van. Hú. Oké. Quick save. Majdnem quick load-ot nyomtam.
Hát akkor ma innen kellene. Most is tudom, hogy sikerült el. Fakadj le, bazzá! Megakadt! Nem jó felesik. Jó, nem jó helyre esett. Ez. Ez se jó helyre esett, ez hol van? De ez beleesett. Jó, egyébként jó. Jó, csak azt meg úgy kell ejtetni, hogy előre dőljön a másodikat. Szóval azon gondolkodok, hogy egy ilyen propán palackot ne vigyek át előre. És akkor ne azt csináljam, hogy berobbantok, és akkor biztos, hogy könnyen leesne. Gyerekek, ezt ne ejtsük, mert akkor baj. Azt megy át. Ilyen hülyét, de legalább könnyen átugrok. Bazze, hát erre nem számítottam, hogy a popámba robbant. Azt a hülye. Na, öcsém, na, most aztán itt lett luk. Ugye? Hát bazze, ez óvatosan kell bánni ezzel a műszerrel. Akadjál bele a propán bután palackomba, abba bazze. Menjél már le innen izé. Úgy takarodj. Halljátok, ezt valahogy okosba le kéne vinnem oda. Van egy ötletem. Új, de vigyázzunk rá. Elmegyünk, berakjuk, azt lehet. Azt kéne, hogy shotgunnal rálünk, nem? Ugye van shotgununk, meg ezeket nem tudom miért nem használjuk, ezeket a speciál dolgokat. Na figyelj, ezt úgy kellene, hogy ezt ide bebigyeszteném, ezt berobbantani, nem? Mert menjünk föl a lépcsőn. Azt a betyár, megint a pofába robban, gyerekek! Ezt érted, ezt megütöd, azt vége bulinak. Jó, nem tökörvészünk. Hát, mondjuk ez a propán palack, ez nem lenne egy utolsó dolog. Már de itt akkor csinálok megint egy olyat, hogy ezt itt. És akkor könnyen bejutok, érted? Az nem hülyeség. Az nem hülyeség, de a többi az hülyeség volt, hogy berobbantottam a pofámba. Várjál, még egy kicsit. Na, az kemény fal, az nem akart történni semmiben. Ez nem olyan egyszerű ezt hurcolászni egyébként. Ezt nekikoppantod valaminek... Jaj! Nekikoppantod valaminek vége bulinak. Gyerősebben. Jaj! Van pipebombom, nem? Ez se lenne rossz, de itt. Ne üttögest! Jaj, minden egy... Nekem kell ütnem mindennek. Jó. Na, megpróbálkozunk, gyerekek, jó? Megpróbálkozunk, már hol tudok bevenni? Utálom egyébként, hogy ekkora egy kacatok vannak mindenhol. Jó. Megnézzük. Ezt takarodj innen le, vagy valami legyen bele, mert megőrülök ezektől. Menjél már le innen, hallod, ilyen nagy vasak, bazza. Egyébként, jaj. Ne. Jó. Save. És ezt lehet, hogy ezt is csinálom egy robbantással. Hát ezt nem jobban csináltam. Nem mondod, hogy betevődött az ajtó. Te fiú! Kiesett a szép, de egyébként tök jó volt. Tök jó volt. De hogyan az anyámba csinálom meg, érted, ezt fúlosra? Ezt nyílre nem tudod megcsinálni.
Há hogyan? Mert tök jó minden, olyan. Nem tudod megcsinálni, nem tudod megcsinálni, az fúra. Ez meg az a baj, ettől becsukódik, úgyhogy nem tudod megcsinálni fúra, mert a maradékokat hogyan szeded össze, ha? Mert ezzel örülsz, hogy eljutsz addig. És még akkor még három darab izé van, opcionális küldetés lenne. De hogy? Hogy hát azokat is megbirizgálod, abban a pillanatban izé van. Harakiri, nem? Ezt én rosszul gondolom, mert most figyelj, itt eljövök ide. És én ezt hozzányúlok egyből vége bulinak, nem? Még esetleg... nem, hát az se. Na megcsináljuk csak a két széfet, gyerekek, hogy menjünk tovább, jó? Nem tudom, na erre nem jövök rá, hogy ez hogy kell. Úgyhogy ezt írjátok meg nyugodtan, hogy mit gondoltok, ezt hogy tudnám megcsinálni, mert... Ugye megpróbáljuk csak a széfet, jó? Nyomok egy fix szévet. A két széfet. Ez meg pazza, be kell ám tevődni. Remélem rajtunk van a két szép. Szóval egyébként. Az egyik nincs rajtunk. Úgyhogy ez nem most... miért nem esett le? Hova tűnt a szép? Hova tűnt a szép? Ha? Hova tűnt a szép? Baza, mi? Kiszakad a az alja? Vagy mi a tököm? Most sincs, de rajtunk van. Hoppa, lesz a... Baze! Robbanás tönkretesz itt a dolgokat szerintem. Leszakadt a izé. Félpótkocsi. Baze, ez nehéz, gyerekek! Hát mi történik itt? Ha izé robbanás szakítja le, vajon gyerekek? Akkor ez nagyon nem jó buli. Mi legyen gyerekek? Most ennyire nem lehetek béna. Ez meg mi a szarnak csukódik be mindig? Ennyire nem lehetek béna, de akkor nem jó az a robbantós módszer, mert leszakad a félpótkocsi. Úgyhogy ezt akkor vigyük itt, nem? Hogy robbantsunk valahogy, hogy elrobom valahol, aztán valami lesz. Hoppá! Nem hiszed, hogy ilyenkor meg nem robbant fel? Jó van. Most srácok. Fixelj újra, akkor ez nem jó ez a robbantásos módszer, mert szétszakad a pótkocsi. Nem mindig, de elég gyakran. Itt meg tök jó, hogy levertem azt a részt, azt nem tudok átmondani. Yeah. Oké. Okay. Quick save. Menj már le! Ah! Előre azt meg kell pucolni, mert nem jó, nem jó, túl sokat kell lőni vele, ott ki kell pucolni a területet, úgyhogy ez megint nem jó. Megint nem jó, gyerekek. Itt valamit kell, valamit okozni, mert különben itt szar. Van pálybombunk egyébként. Ez nem volt így jó. Előre itt meg kell tisztítani, és... Egyébként lehet, hogy azt kellene, így be is tudnék ugrani, hogy... Ebbe a teherautóba megpróbálunk beleugrani? Ez lehet egy jobb megoldás, és alulról ütjük ki. Jó, megpróbáljuk így, gyerekek. És nem is kivittjük, hanem ki is shotgunoljuk. Ez a két szép meg lesz nekem bőven elég, gyerekek.
Ugorj már bele. Az anyád úristen, nem ugrasz bele. Csak félre tolt. Mind a két szép rajtunk, ugye? Mind a két szép rajtunk, ilyen jó még nem voltunk. Az a baj. Az baj van. Az a baj, hogy baj van. A hátsó szép az nagyon messze. Egyébként tök jó. Á, nem jó ez így. Nem tudsz elfordulni. Nem jó. Jó, nem jó, de egyébként jó. Egyébként tök frankó. Sőt, még egy izét is meg tudnék csinálni szerintem. Ezt. Minden gyorsan át tudnék futni. Úgyhogy lehet, hogy innen indulunk. Megpróbálunk hármat, jó? Quick save. Na srácok, készüljünk. Ne! Jó, nem jó helyre esett. Ezt megcsinálom, hogy két szép, egy kulcs, kész. Ennél többet nem tudok szerintem okozni, de ez is olyan, hogy vérizzadás. Nem is értem, hogy hogy tudja valaki megcsinálni az összeset. Ha van ötletetek, jó, nyugodtan jöhet. Ne ugorj bele. Pont nem. Megvan mindkét szép, jó. Mert hogy nyomok egy satút. Nincs meg az egyik szép. Istenem, hogy? A szépek ugye azokat nem tudom fölvenni, azok olyan nehezek. Az a probléma, ugye, hogy a szépeket nem tudod mozgatni. Az mindenképp járművel tudod. Vagy két szépet el tudj vinni, az mindenképp valahogy itt tudod megoldani. Nehogy leesz, komolyan. És érted így, már rángatni kell. Jó, minden már el van csezve. Hátrébb kéne tolni egy kicsit a kamion esetleg. Meg az a nagy baj, hogy amikor ugye szép leesik, akkor eltol a kamiont, ha nem tudok beleszállni. Úgyhogy az is egy kicsit problémás tud lenni. Itt a kamionba beleszállni egy kicsit nehéz. Na. Megvan mindkét szép. Csodálatos dolog történt. Az egyik az nagyon közel van. Bőven van időnk nyugalom. Valahogy nem kellene nekik, hogy kiessen az oldalán. Kéne próbálnom rátolatni. Nem, de jó, egyébként jó. Egyébként frankó a dolog. Nem rossz a dolog, csak az a baj, hogy szenvedős. Nagyon szenvedős. Nagyon kivon. Jó, az kiesett az egyik szép. Még ráadásul mi történik? A széfek ugye kipotyognak, meg ugye nincs ennek az oldala, ez ilyen nagyon soft, ezek a dögnehéz széfek úgy kicsapják, mint a szart, úgyhogy ha szarul esik le, akkor már van csezve. Na most történt jól.
Nagyobb beefbe kellene. Ne, le van szakadva ez a szar. Hogy rohadj meg, gyerekek. Ugye ezt. Így tudod vinni ilyen. Bele akar, nem tudod, jó van. Marja? Nem hát, hogy ott odébb csapja, de nem. Gyerekek, komolyan mondom, nem tudom, hogy az Istenbe tudja bárki megcsinálni azt, hogy minden együtt megszerelő. Az összes keycardot, meg az összes üzét, széfet. Egyébként ott is le tudnék esni, az időt nyernék. Nem ugrik fel komolyan. Kiszakott az alja, bászarokba, az a komolyan módon. Le kell ugrani a izébe, ahol leesik az első szép, ott le kéne ugrani, nem tudom megcsinálni, komolyan, mindjárt feladom, hallod? Mindjárt feladom, még három próbálkozást, ezt feladjuk, ezt valamit írtok, hogy szerintetek hogy kéne ezt csinálni, mert... Igen, és itt szerintem jobb leugrani. Ez eddig jó. Jó, ez most jobb volt, ugye? Jó, a baj, bazze, leszakad a... Meg kiszakad, meg leszakad, meg tönkre megy, meg minden szar! Még két próbálkozás, utolsó előtti próbálkozás. És a side mission mondjuk. Úgyhogy, azért lehet, hogy ilyen epic nehéz, hogy szopjál rendesen. Megint kiesett, jó van. Utolsó próbálkozás, ezt elbúcsúzok, gyerekek. Ezt írtok tippeket, jó? Ehhez. Finoman induljunk-e, bazza. Ó, az a hátsó, az mindjárt leesik. És kiszakad, bazza, kiszakad, szétszakad, leesik. Kilukad, figyelj, kiszakad az alja ennek a rohadt dögnek. És akkor hogyan, ha egyszer kiszakad az alja, érted? És mit csinálja? Még egy utolsó, mert már fölidegesít, mert már majdnem ott voltunk egyébként. De akkor is az összes keycardot hogy szerzi meg valaki? Komolyan mondom. Ha valaki tudja a dolgot, hogy hogy lehet ezt megoldani, ez írja meg, légy szíves. Megvadul. Megvadul a keeper. Tudja, hogy jó. Kiesik, leesik, baz, miért eső le, hallod? Most miért kell leesned? Hogy az a, hogy a bánatos tökömbe lehet ezt megcsinálni? Na jó, a gyerekek, elbúcsúzom, mert már nagyon berizseltem. Írjatok tippet, szerintetek, hogy a bánatos pitykulóba lehet ezt megcsinálni, mert megvadulok komolyan. Tényleg nyugodtan írjátok, hogy szerintetek hogyan, hogyan. Újra kezdjük minden, felépítjük, tippeket nyugodtan jöhetnek, hogy akkor ez hogy kell, tényleg megvadulok. Még egy utolsót, bazze. Utolsót, és a végén búcsúzás lesz, hogyha nem sikerül, ha igen, akkor öröm, jó? Ezek, törd el lábam. Ne ugorja, Istennek ne ugorja föl. De miért nem ugrasz föl? De egyszer felugrik, érted, egyszer nem. Nem hiszem, de mind a kettő rajd van. Biztos valami történik lesz, hogy kiszakad az alja a gépnek, vagy valami. Mind a kettő rajtunk van egyébként, elmondom neked. 24 másodperc, nyugalom. Nem tudsz megfordulni, hallod? Nem tudsz megfordulni. Ide kellene egy plac. Ide kellene mindenképp egy plac, tudja megfordulni. Vagy pedig úgy kell volna meghúznom, hogy belemegyek a vízbe a francba, gyerekek. Még úgy meg... Jaj, nem kellene megfordulni, belemész a vízbe, ki nem szarja le azt a rohadt kamion, nem? Nem tudom feladni. Az a baj, ilyen vagyok, látod. Eddig ez még szép.
Jó, a lehömbölgött, meg az a baj, valami, ha nagyot esik, nem tudom miért, ha nagyot esik, széttöri a kamiont, érted? Széttöri a kamiont kapásba. Oda pakoljak valamit alá, vagy mi csinálj? Párnákat? Vagy mi van? Vagy ilyen, rakjak ilyen deszkákat? Vagy meg kéne erősíteni? Nem tudom, hogy mit lehetne. Jó vagyunk? Jó vagyunk, gyerekek, szőt ne törje a kamion. Az első. A másik meg lenne essen. Meg az első se essen le. Jóó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 
Nem tudom, mert pont nem jó oldalon van. Bevette. Nem hiszem, de leszokott, bazd meg, leszokott a kamionnak ez a rohadt. A francessen bele! Komolyan mondom, mi volt ez? És kettő darab opcionális küldetést egyszerűen nem tudtad megcsinálni. Hogyan? Amíg hogyan csinálod meg? Most mondd meg! Tök máshol vannak ezek a rohadt keycardok. Akkor hogyan? Valaki írja ötletet, hogy lehet ezt megcsinálni, maximum akkor visszajövünk, ugye meg lehet csinálni. De ez epic nehéz, gyerekek. Jó, el is búcsúzok, hát teljesen fel is csesztem magam. Na mi van a tévébe? Breaking news. Nem tudtuk teljesen megcsinálni, kettő széfet megszereztünk. Jó, mindig betörünk abba a Chemical Station, akár nem csodálva. Jó, ott ki van törve, fal! Lord. Jó, a gyerekek, elbúcsúzom, nagyon szépen köszi a figyelmet. Ugye van még egy küldetésünk, ez egy side mission egyébként. Ugye, viszont nincs meg tökéletesre. És ez nem boldogít nagyon. Ugye van még egy küldetés, ez figyeljetek, maxra kellene járatni azért ezeket a dolgokat, én úgy gondolom. Úgyhogy nyugodtan írjatok ötleteket, hogy hogy lehetne megcsinálni. Ez micsoda? Itt egy... Ez mi? Ja, ez csaj, figyelj, ez egy furógép, baze. Furógép, itt szerel a Keeper Vid, az állat, valami autót. Nézzük, egyébként így változik, azt vettem észre így a terem. Mármint, hogy így történnek itt a dolgok. Hallod, várjál, valamit hadd próbáljak ki már. Így, jó, mert így a nap végén így mindig így valamit ökörködsz, és akkor így megnyugodsz. Figyelj! Mit csinálod? Tessék, barátod. Ezt össze akartam dönteni mindenképpen. Beleakadtam a időt. Hogy né? Ezt össze akartam borítani. Mit pörög? Ne pörögjél! Ne pörögjél! Vassza, hozzuk magukkal ezt a időt. Szóval, áramfejlesztő motor akármicsoda. Ne pörögjél! Kinek pörögsz te? Jó, egy kicsit élvezkedünk, gyerekek. A nap végén ez legyen egy kis élvezet is. Júj! Mi ez? Vasúti kocsi. Azért az kemény, kemény dió. Bemegyek az ajtót. Úgy. Mi van? Figyelj, üléket. Beton oszlopai a vas oszlopokat végig. Megakadt a folyamat. Ez erős ez a fal. És tényleg nem lehet széttörni a számítógépet ezzel se? Azért az érdekes lesz, na figyelj. Hoppá, neki hajtok. Apám, ez idő, kriptorit számítógép. Na jó, akkor kivegyünk ki ezen a falon el.
Ja, hogy itt van egy idő, egy dömper? Ajjaj. De mindenre számítottunk, erre nem. Rendesen megemelte a tetőt. Ó, a dömper az... az makacs. Baj van a dömperrel. Baj van a részek tenger része, baj van a részek tenger része, baj van a részek tenger része, minden áldott. Hoppa. Este. Kicsit szellős, húzatos lett, hogy figyelj valad! Ott a izé krénnel itt végig szántottuk, keresztbe, hosszába. Itt is végig. De van még egy kamion, azt még meg kell járatni egy kicsit, várjatok. Nem karcoltam meg. Meg se karcolódott, itt végig vágtattam azzal a géppe. Igen, ez a vasút is, én ez nem tudom, jót tesz nekünk. Ja, de nem. Ja, nem. Ez a vasút is, én ez nem barátom. Ez az egy masszív dolog, úgy látom, az a vasút is. Egyébként ez a kamion nem túl jó. Lehet, hogy úgy jó lenne, hogyha be lehetne gyorsítani vele. Oh yeah! Azaz. Gyerekek, nem lehet kimenni, izé? Open world. Úristen, ez füstöl? Nem kicsit, mi? Nem lehet elnézni? Elcsaszkálni valamelyen? Elég érdekes lenne, mondjuk. Gyerek, itt egy füst van. Jaj, a sziklafal az lehet. Fight. Mennyire lehet mászkálni? Basszus, lehet, hogy jobb gép kellene volna. Ez egy kicsit... Ah, ja, itt van a vége az én mapnak. Jó van. Várjatok, még valamit. Ezt nem lehet fölgyújtani. Járművet nem lehet fölgyújtani. Oszlopot. Miért nem lehet fölgyújtani? Ne viccelj. Mik ezek? Üvegek. Jaj, ezek céltáblák. Nem jöttem volna rá. Valám fizika. Na jó van, gyerekek, szerintem elbúcsúzom. Mert azért elég sokáig eltököltünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Milyen jó meg van csinálva a szemetősek. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon élem azt a játékot. Írjátok, szerintetek ezt hogy kellett volna megcsinálni? Vagy írjátok meg, hogy menjünk tovább inkább a küldetés sorozatba, vagy pedig azért szenvedjünk még azzal. Szerintem inkább menjünk tovább. Bár hogyha van valami jó taktikus, amivel szerintetek meg lehetne csinálni, akkor jöhet az ötlet. Na, jók legyetek, sziasztok!